Üdvözlöm a nézőket Szegedről. Lakner Zoltán vagyok. Vendégeimmel két hetente nem napi politikáról, mégis közügyekről beszélgetünk, kötetlenül és szabadon. Talán éppen olyan témákról, amelyekre a folyamatos hírözön alapzaja közepette, igazán oda kellene figyelnünk. De mielőtt bemutatnám mai vendégemet, kérem iratkozzanak fel a Szeged Televízió YouTube csatornájára, ehhez a videó alatt látható feliratkozás gombot, utána a kis csengőt kell megnyomni, így nem maradnak le a frissen megjelenő tartalmainkról. A Facebookos nézőinket pedig arra kérem, hogy a követem gomb megnyomásával tartsák velünk a kapcsolatot. Legyünk minél többen. Most nézzünk bele, miről lesz szó a mai műsorban. A finnek sokkal jobban felmérik az erőviszonyokat, sokkal jobban mozgósítja az elit a lakosságot, hiszen szimbiózisban élnek. Nálunk követők vannak, ott pedig pártagok vannak, akik maguk alakítják a helyi politikát, az önkormányzatiság egy svéd hagyomány Finnországban sokkal erősebb, mint nálunk, nem kell mondanom. Hát azt nem lehetne megcsinálni Finnországban, hogy elveszik az önkormányzatoktól az oktatást és az egészségügyet. Onnan sokkal több feladatot látnak el amúgy a Finnországban, ott az óriási feladat, oktatásban nagyon fontos példa. És igen, hát oktatási reform, ez a legfontosabb a gazdasági fejlődésben, ezt tudjuk ma már, hogy nem a finn kőolajbányászat, az nem létezik, azért mondtam ilyet, nem az futtatta fel Finnországot, hanem az, hogy oktatás, és a 20-as évek óta, ahogy mondtad. Igen. Ugye most is használtad a konszenzus kifejezést, ez egy nagyon, szerintem egy nagyon fontos része az írásodnak, hogy nem egység, nem egyetértés, nem a, nem tudom, nem, szóval egyetértés, egység. Ez egy hanem totalitárius gondolat. Igen, lenne. Pontosan. Tehát különböző dolgokat gondoló emberek bizonyos kérdésekben megállapodnak egymással azért, hogy az egész működni legyen képes, és tulajdonképpen, és erre céloztam az előbb is, tulajdonképpen ettől mindenkinek jó. Valójában, mert nem kell attól rettegni, hogy holnap összeomlik. És ez gazdaságilag hatékonyabb, hogyha a lakosság nem alsó tizede, nem százszor szegényebb, mint a felső tizede, az gazdaságilag hatékonyabb. Átlépheti-e egy ország a saját árnyékát? Változtathat-e azon, ami akár örök adottságnak is tűnhetne? Juthatunk-e olyan következtetésekre a történelemből, amelyek nem önsajnálathoz, hanem elrugaszkodáshoz vezetnek? E kérdések kapcsán Finnország világviszonylatban is a féle bezzeg országnak számít, és hogy vajon miért gazdálkodott jobban a lehetőségeivel a hozzánk hasonlóan viharos történelmi Finnország, mint Magyarország, arról Szegő Iván Miklós történész újságíró írt tanulságokkal teli könyvet. Akit köszöntök is itt a stúdióban. Szervusz Iván, köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, én köszönöm a lehetőséget. Miért éppen Finnország? Ezt kétszeresen is kérdezem, egyrészt, hogy hogy találtál rá a témára, másrészt pedig, ha az ember kézbe veszi a könyvet, akkor tulajdonképpen kézenfekvőnek tűnik a finn-magyar párhuzam, de aztán annyi különbséget felsorolsz 300 oldalon keresztül, hogy kicsit megkérdőjeleződött bennem a végére, hogy miért is e két ország van egymás mellé állítva. Szóval hogyan kezdődött ez a nagyszabású projekt? Úgy tudom, hogy több mint egy évtizedet dolgoztál ezen a egyébként nagyon vaskos és nagyon tartalmas köteten. Hát elsősorban egy eszköz volt számomra Finnország, tehát én nem finn nyelvvel foglalkoztam, kifejezetten a finn történelemmel sem foglalkoztam korábban, hanem azt terveztem, hogy a Szovjetuniónak az egykori határvidékén három országot akartam eredetileg megvizsgálni, Finnországot, Magyarországot és Bulgáriát. Mindegyiken egy picit tudok a nyelvükön, de én ugye gazdasági adatokat és elitváltozást vizsgáltam, tehát nevek változását tulajdonképpen adott pozíciókban. Tehát kézenfekvőnek tűnt ez a hármas összehasonlítás, hogy egy balkáni, egy közép-kelet-európai és egy észak-európai országot vizsgálnék. Mondjuk nekem akkor még az élt a fejemben, hogy Bulgária az teljesen sztálinista ország volt, azóta kutattam egy kicsit, azért ez így teljesen nem mondható el, de valóban sokkal sztálinistább volt, mint a többi, mondjuk a Lengyel-Cseh és Magyarország. Tehát az egy nagyon érdekes összehasonlítás lett volna, ezt a hármat meg tudom csinálni, de akkora munka lett volna, hogy így is a több mint 10 éven ment el, csak a finn-magyarra. Ezek kutatócsoportok szoktak dolgozni, ilyen nagyszabású terveken. Le is írtam a könyv végén, hogy ez tulajdonképpen egy ötletfelvetés, tehát ilyen kézműves módszerekkel próbáltam az atomkorban itt kutatgatni. Azt gondolom, hogy van néhány eredmény, amit akkor lenne igazán hasznos, hogyha ezt mondjuk 100 országra megnéznék azt,
hogy ezek az elitek hogy változtak, hogy az elitváltozás összefügg-e tényleg a gazdasági változásokkal. Ezt két ország esetében kimutattam, de hát két ország nem elég ahhoz, hogy a világegyetemre vonatkozó törvényeket állapítsak meg. Trendek látszanak viszont. Uh-huh. Arra talán nem elég, hogy az egész univerzumot fókuszba hoz, de amikor elkezdted a választ, azt hiszem, azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy talán Magyarországról akartál valamit elmondani azzal, hogy kerestél egy összehasonlítási referenciát, és erre viszont nagyon alkalmas ez a könyv. Igen, és hát valóban ez az alapötlet, igen, még jó, hogy emlékeztetsz rá. Ugye hát, tehát hogyha tudományosan nézzük, mi is volt a kérdés? Megnéztük, hogy 45-ben hogy áll a két ország, megnéztem, hogy áll a két ország. Ugye Magyarország majdnem megközelítette még akkor Finnország fejlettségét, sőt 1913-ban mi voltunk fejlettebbek. Hogy jutottunk oda, hogy Finnország 3,5-szer nagyobb egyfőre első GDP-t mutatott ki ugye 1989-90-ben. Tehát ez egy furcsa kutatás volt, mert az eredményt tudtuk. Tehát, és tényleg a magyarázatot próbáltam keresni arra, hogy hogyan jött ki ez az óriási különbség. 13 a monarchia utolsó béke évében 17% volt az ipari munkásság aránya Magyarországon, a finneknél alig volt ipar, bár fejlődött, az látszott, hogy már jön fel 1906 óta, de 11% volt az ipari munkásság aránya, ami hát mutatja, hogy másfélszer fejlettebbek voltunk, tehát iparosodottak. Ez nagyon sok területen így van, nekem van egy olyan élményem egyetemista koromból, azt hiszem ő Orosz Évának, aki a magyar egészségközgazdaságtannak egy ilyen abszolút vezető alakja, volt egy tanulmányában egy grafikon, ezt úgy is nevezte, hogy ez egy töltsérfüggvény, tehát ahogy halad egymás mellett a két ország teljesítménye, fejlettsége, és akkor van egy ilyen szétválás, hogy így válik töltsér alakúvá, a finnek azok, akik fölfelé mennek, és mi vagyunk, akik maradunk, vagy csak sokkal lassabban növekszünk. Tehát nekem egy ilyen emlékkép volt a fejemben, és emlékszem, hogy ez akkor is egy ilyen revelatív fölismerés volt, hogy amiről akkoriban tanultunk, hogy hát vannak a fejlett jóléti államok, és hogy mindig elhangzik ez, hogy jó, de hát az északiak azok milyen fejlettek, hogy hát azért ez nem a semmiből jött egyrészt, másrészt, hogy hát 80-90-100 évvel ezelőtt ez egyáltalán nem így történt. Vagy hát, egyáltalán nem így volt még. Hát Finnország és Írország, ugye ma Európa legfejlettebb. Szegény háza volt Európának. Hát az utolsó két éhínség, erre vannak ír-finn közös kutatások. Európa két nagy éhínsége a 19. század utolsó harmadában, második felében. Írországban és Finnországban következett be. Az egyik ugye Angliának volt egy perifériája, a másik előbb Svédországnak, utána Oroszországnak, ugye orosz cár, az finn nagyherceg volt a 19. században, ott olyan éhínség volt, hogy fakérgetettek, hogy azt darálták le lisztnek, és ma már ezt egyébként ilyen bioételekbe belekeverik a nyírfakérget, de azért, hogy abból egyél teljesen csak kenyeret, azért az már túlzás, tehát, hogy így. Igen. Tehát nagyon alulról jött Finnország, és ezt kellett megérteni, hogy hogyan tudtak minket utolérni és lehagyni. Beszéljünk majd akkor ennek az okairól, de először azt kérdezném, hogy tulajdonképpen min alapul egy ilyen összehasonlítás. Ugye elég sokszor elhangzik, talán ma már, bár még mindig nem elégszer, azt hiszem, hogy nem elég talán csak a GDP adatokat egymás mellé pakolászni, mert az sok mindent megmutat, de nagyon sok mindent nem mutat meg. Mi mindent kell megvizsgálni ahhoz, hogy teljes képet nyerjünk egy ország, pláne két egymással összehasonlítandó országnak a tényleges fejlettségéről, beleértve a társadalmi adottságokat és a társadalmi mutatókat is, nem csak azt, hogy mennyi a nem tudom, dollárizálható összterméke. Ezért volt nagyon fontos, amit említettél, hogy egészségpolitika. Hát ugye Magyarország 100-200 éve nem ismeri fel, hogy nem elég a GDP növekedés. Tehát Finnországban sem az volt a cél, hogy most megnézték, hogy egy év alatt mennyit nőtt a GDP. Azt nézték meg, hogy jóléti államot kell teremteni. És az nagyon későn épült ki szintén. Tehát Finnország nem egy tipikus skandináv állam, sőt nem is skandináv állam, hiszen nem svéd, norvég vagy dán. Van svéd lakosság, de nem döntő. Hanem az volt a fontos, hogy 1956 volt a finn fordulópont. A nagy sztrájk volt, és látták, hogy mi történt Magyarországon. Bocsánat, csak egy.
Tehát látták, hogy mi történik Magyarországon. A magyar forradalom leverése a finneket egy döntő változásra ösztökélte, hogy a külpolitika után a belpolitikában is nagyobb befolyást engedtek a Szovjetuniónak. Ez egy nagy tanulság. Ez eddig nem hangzik túl jól. Nem hangzik jól. De ez egy fordulópont volt ilyen szempontból. Kiépült az a kekkonenizáció, ami a rendszerváltás utáni Magyarország szempontjából aktuálisabb sajnos ma Magyarországon, mint ma Finnországban. A kekkonenizáció volt egy válasz. Mondjuk azt, el, hogy a Kekkonen volt Finnország elnöke 25 évig? 56-tól 80-82-ig olyan beteg volt, hogy utána már éppen hogy mondott le, és végleg váltották le, az egy hosszú periódus volt. Lényeg az, hogy a pártokat átalakította olyanná, amik neki tetszőek. Akkor juthattak csak hatalomra. Nem volt olyan domináns párt, amit Magyarországon vizsgálnak, ugye állandóan a Horthy-kortól a Kádár koronát a legújabb korakig, hanem a domináns párt emberei és azok barátai kezdtek, és az elnök barátai kezdtek a pártokban feltűnni. Tehát én nem egy dicshimnuszt írtam Finnországról, hanem hogy az adott körülmények között hogyan alkalmazkodtak a szovjet nyomáshoz, és hogyan feleltették meg az összes, akár jobboldali pártokat is a szovjet nyomásnak. Mert ezt eddig hozzuk, tehát a kontrollált pártrendszert, ez pipa, ez ideig megvan. Tehát ez fejlett egy ország. Nem gondoltam, hogy amikor elkezdtem a könyvet 2010-ben, még nem gondoltam, hogy ez ilyen aktuális lesz 2024-re ez a könyv, amiben leírják az 56 utáni finn politikát. Konkrétan meg lehet mondani, hogy melyik ember volt az adott pártban a Kekkonen embere, az államelnök embere. Ez az egyik. Viszont ami a pozitívum. 56 egy fordulat, mert a finn nagy sztrájk, egyébként részben azt is a szovjetek szervezték, hogy a kommunista szakszervezetek elég erős befolyással bírtak. Tehát ők egy óriási, több százezres sztrájk volt, egy viszonylag kis lakosságú pármilliós országról van szó. Tehát gyakorlatilag leállt az ország. És erre nem úgy ugye a krízis a finnek más, hogy reagálnak, és ez a lényeg az én könyvemnek is, hogy van egy krízis, arra nem erőszakkal válaszolnak. Tehát nem azt válaszolták, mint a magyar elitek, hanem azt, hogy akkor meg kell egyezni a munkásokkal. És tulajdonképpen nem a kommunista szakszervezetek, azok is megmaradtak, nem verték szét őket, nem bomlasztották fel őket, hanem egyszerűen meg kell mindenkivel egyezni, és természetesen a finn szociáldemokrácia ekkor kezd átalakulni, mondjuk így, ez egy bonyolult folyamat volt szintén. A lényeg az, hogy felismerték, hogy jóléti államot kell teremteni, de mégsem olyan erős jóléti államot, mint a svédek. Mert az már kevésbé hatékony gazdaságilag, ez később a 70-es években kiderült. De mégis megteremtik a társadalombiztosítást, viszonylag későn építik ki a jóléti rendszereket, és az egészségügy fejlődése is erre az időszakra tekinthető. Ennek azért van előzménye a könyvedben, a számomra az egy nagyon fontos tanulság volt, hogy amit jól vagy rosszul, a fene tudja, finn modellként emlegetünk például az oktatásban, az azért elindul már azt követően szinte rögtön, hogy függetlenné válik Finnország a 10-20-as évek fordulóján, és ugye van itt még talán legalább két másik dolog, az egyik a társadalombiztosításnak a talán későbbi intézményes kiépülése, de az első lépések szintén megtörténnek már a két világháború között, és hogy mindez összekapcsolódik az egyik legszélesebb általános választójoggal. Tehát azért ez mégiscsak egy csomagban van a 20-as évektől kezdve, valamiféle demokratizáció, rendben, ezt értem, és ez fontos dolog, hogy nem egy idealizált szuperdemokrácia jön létre rögtön az elején, de hát azért az, hogy van egy földosztás, bocsánat, ezt kifelejtettem. Földosztás, befogadó oktatás, választójog, lépések a társadalombiztosítás irányában, tehát demokrácia és jóléti intézkedések együtt, azért ez mégiscsak hát kiépíti a feltételeit egy olyan modellnek, amit akár akkor 1956 után tovább tudtak fejleszteni. Ez nagyon fontos, amit mondasz, és ugye ennek több változata volt ennek a munkának, ez a doktori munkám, és pont azért írtam át, a könyv eltér már a doktori munkától, pont ezért, amire te világítasz rá, a különböző kritikák nyomán. Az 1906 a fordulópont mind Magyarország, mind Finnország életében. Tehát a 20. században, ami félrement nálunk, az arra az évre vezethető vissza,
gyakorlatilag mi történik 1905-1906-ban a két országban? Finnországban egy szuperdemokrácia jön létre, a világon először kapják meg a nők is a teljes körű választásjogot, ráadásul nem csak aktív, hanem passzív, tehát választhat és választható. Korábban Ausztráliában, Új-Zélandban voltak széles választójogok, de ilyen, hogy a nőt választani is lehetett nőt. Egyébként önkormányzatokban már a 19. század végén megjelentek, 20. század. Hát ez abszolút egyedülálló volt akkor. Abszolút, tehát egy szuperdemokrácia jött létre. Na de hol? Az orosz cár, a finn nagyherceg. Tehát könnyű így szuperdemokráciát csinálni, hogy a parlamentben szuperdemokrácia van, de a valóságban ott ül az orosz cár azért a fölöttük. Tehát a finneknek egy 100-120 éves küzdelme az, ami mára elért, mindig a legdemokratikusabb választ adják a kihívásra. De ha egyszerűen ott a Szovjetunió, vagy ott van Oroszország, vagy ott van Németország időnként, mert azért nincsenek függetlenül tőlük, akkor arra az adott kihívásra kell a legdemokratikusabb választ megadni. Tehát nem demokráciáról beszélünk, hanem egy demokrácia iránti 120 éves folyamatos, nagyon erős törekvésről. Tehát 56 után is megőrzik a szabad választásokat, stb. Ott is igaz a demokratikus törekvés. Volt egy kivétel, hogy nem tartottak elnök választást, a Kekkonent a parlament választotta meg, meghosszabbította a mandátumát. Az volt a mélypontja ennek a manipulált, mondjuk azt, hogy illiberális demokráciának, ami ugye egy olyan fogalom, ami a hátam borsózik, mert nem lehet demokráciát liberalizmus nélkül csinálni. Alapvető szabadságjogoknak kell teljesülnie. A finneknél ezek teljesültek egyébként. Lényeg az, hogy 1906-ban a finneknél egy szuperdemokrácia jött létre, nálunk pedig mi történt? Az ellenzék nyert a választásokon, de az ellenzék tagadta az osztrák-magyar monarchia létét. Ezért Ferenc József ugye nem engedte, hogy az ellenzék hatalomra kerüljön, és elindult az a manipuláció, ami ugye Tisza István vezetésével végül is a Nemzeti Munkapárt kiszorította az ellenzéket, ami félig meddig bekerült azért a kormányba. Egy gyakorlatilag az elitek elkezdték egymást Magyarországon idézőjelben gyilkolni. A finnek pedig minden, akár ők is szembefordultak egymással 1918-ban, véresebb polgárháború volt ott, mint Magyarországon a fehér és a vörös terror. Finneknél ez lakossága arányosan 30-50-szer gyilkosabb háború volt. De 18 végén már a Népszava közli Magyarországon, hogy a fehérek, akik megnyerték Mannerheim tábornok Hortyhoz hasonlóan megnyerte a polgárháborút, 18 végén már a szociáldemokrata nyomdák működni kezdtek Helsinkiben. Tehát a győzelem pillanatában a magyar fehér elit a totál győzelemre hajtott, a finn elit pedig egyszerűen nem hagyta, hogy Mannerheim marsalt köztársasági elnöké válasszák. Tehát egyszerűen egy mérsékeltebb jobboldali politikus lett a helyén. Tehát bármilyen kihívás, bármilyen konfliktus, külső nyomás, orosz-szovjet támadások tömkelegént hármat hárítottak el 1920-ban, 1940-ben és 1944-ben. Ezek olyan kihívások, amelyek időnként komolyabbak, mint amit Magyarország érték. Tehát Magyarországot sokkal kevesebb kihívás érte, mint Finnországot. Hát legalábbis szovjet vagy orosz. Mert mindig azt mondják a könyvem kapcsán, hogy hát a finnek olyan jó helyen vannak. Hát a finnek az orosz birodalom részeiből lettek önálló állam. Hát egy sokkal rosszabb helyzetből. Tehát ehhez egy elit egységre van szükség, ami Magyarországon hiányzott, és az elit egység utána már ahhoz vezet, hogy hagyják a demokratikus szabályokat érvényesülni, ha ezt a szovjetek is hagyják. Kanyarodjunk majd el az elit egység irányába, de itt azért van egy fontos dolog, ami nekem egy ilyen veszőparinám, szóval az, hogy ez gyakran fölmerül egyébként a mai magyar politikai közbeszédben is, hogy úgymond nem csak északi, hanem nyugati országok is ajándékba kapták a demokráciát, mi meg kivívtuk. Most ha valaki akár csak a középiskolai tanulmányai alapján végig gondolja a francia történelmet, hogy a francia forradalom kitörésétől az egy olyan laza 80-90 év eltelik, amíg egyáltalán beáll valamilyen stabilitás, és aztán átgyalogol rajtuk két világháború, úgyhogy hosszú ideig megszállva van az országnak, a legnagyobb része, vagy akár az egész, akkor azért úgy minimum felhúzott szemöldökkel kell erre reagálnia, hogy mi a csodáról beszélünk, és ugye Finnország esetében is, hát valóban ugye Magyarország megélte a német, szovjet veszélyt, hát ott ők
közvetlenül kapják többször folyamatos háborúban ezt a dolgot. Neked mi a tapasztalatod arról? Nekem ez szerkesztőként is egy fontos tapasztalatom, hogy egyrészt szerintem borzasztó keveset tudunk olyan országokról, amelyek akár közel vannak hozzánk, akár viszonylag hasonlóak mi hozzánk, és azt hiszem ezért is van az, hogy van egy ilyen egyedülvalóság tudatunk, ami egy, hogy is mondjam, egyszerre hoz magával egy ilyen kiválóság tudatot és egy önsajnálatot. Tehát mert azt hiszük, hogy egyedül vagyunk a világban azokkal a problémákkal, amelyekkel küzdünk, holott egyáltalán nem így van valójában. Másrészt pedig, hogy nagyon nehéz, és ugye dolgozol külpolitikai újságíróként is aktívan, szóval nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon nehéz kicsiholni az érdeklődést e témák iránt. Szóval nem is... bocsánat mindenki, szóval akinek nem inge, ne vegye magára, de hogy nehéz is elfogadtatni azt, hogy erről érdemes többet tudni, egyrészt mert érdekes, másrészt mert így tudjuk magunkat egy tágabb képben elhelyezni. Ezt belső statisztikák igazolják, amit mondasz. Nem akarom, hogy kiad. De az a lényeg, hogy ha kevés embert is érdekel, azt figyeltük meg, hogy a cikkeimet hosszan olvassák, amit írok. Tehát akit érdekel, azt viszont tehát, hogy azt tényleg odakölti. Érdekli. Én se gondolnám, tehát némelyik cikkemet így nem biztos, hogy én magam végigolvasnám, de a lényeg az, hogy mint hogy olyan részletekkel, ugye én nem napi hírírást csinálok már, mint ahogy korábban, hanem próbálok ugyanígy elemezni olyan országokat, amikkel nem foglalkozunk. De hogy a földosztást, amit említettél, mert eddig csak elitekről beszéltünk, hogy a finn elit ilyen, olyan, amolyan, meg a magyar elit ilyen, olyan. A valódi dolog az a finn sikerekben, hogy az elit és a társadalom egymásba ágyazódik. Tehát a földosztás azt jelentette valóban, hogy a szegényeket még nem találták ki a jóléti államot 56 után, de a finnek már a 20-as években, ahogy függetlenné váltak, azonnal földosztást sokkal kezdték, tehát többel, és pont a szovjet nyomás miatt több százezer embert üldöztek el, mintha a finnek olyan jó helyen lennének, ugye, a Vibor környékéről, amikor a Leningrád mellett kiterjesztik a szovjetek az uralmukat, 300-400 ezer finnek kell távoznia. Őket is letelepítik, ezek is egyfajta földosztások. Arra figyelt Paasikivi, az akkori finn elnök, a Kekkonen elődje, hogy amikor jönnek a menekültek, azt úgy telepítsék le őket Finnországban, hogy a svéd-finn nemzetiségi arány ne változzon meg. Most gondoljuk ezt el Magyarországon. Ugye, ahol a monarchia idején direkt imádom Erdélyt, jártam Cserna keresztúr, ugye olyan Magyarország, illetve székely telepeseket költöztettek román területre a monarchia idején, hogy elmagyarosítsák a román területeket. Tehát megbukott ez, hiszen 4-5-8 év múlva Trianon jött, és azok ott maradtak. Nagyon sok ilyen ismerősöm van. Volt, aki Vas megyéből ment férjhez Kolozsvára, később ott maradt a 90-es évekig, soha nem tanult meg románul például. Tehát ez az elmagyarosítás, elrománosítás, ugye ez egy nagyon közép-európai dolog, ezt a finnek nem csinálták. Amit olykor kitelepítéssel variáltak. Igen, és ennek sokkal drasztikusabb formái is vannak, ebben a könyvben írok. Voltak megingások a finneknél megint csak, de a tendencia az az, hogy a nemzetiségek békére törekednek, tehát a finnországi svédek, azok Finnországnak drukkolnak egy finn-svéd jégkorong meccsen. Ami ugye a román jégkorong válogatottban, ugye Csíkszereda és Gyergyó Szent Miklós van, ugye abból vannak a csapattagok főleg. Jártam is ott, nagyon hangulatos a dolog, de hát ez elképzelhetetlen, ami nálunk van, meg ami Finnországban. És valóban ez egy kérdés, hogy ez hogy alakul ki. Korábban iszonyú ellentétek voltak. Egyszerűen az elit döntésének kell ezt megelőznie. Tehát a földosztás is csak akkor van, ha az elit úgy dönt. Hát Magyarországon, a Horthy korban írtak sokan arról, hogy a finn földosztás mennyivel demokratikusabb. Ők is tudták. Igen, egyébként a könyvedből az is kiderül, hogy a 20-as, 30-as évek Magyarországán figyelték
a finnországi folyamatokat, írt róla az akkori sajtó, tekintélyes, komoly publicisták, akár szociográfusok is, akik a magyar viszonyokról írtak, a finn viszonyokat is tanulmányozták. Nyilván ők is érzékeltek valami hasonlóságot, nem csak a finn-ugor rokonság miatt, talán amiatt is, de hogy amiatt is, mert hogy talán népesség számában hasonló lehetett akkor is a két ország, és ez a fajta periférikus helyzet is azt gondolom, hogy hasonlatossá tehette őket egymáshoz, és még ezek szerint akkor nincsen egy kiugró finn fejlődés, ami a GDP-ben látszódna, de hogy bizonyos folyamatok elindulását érzékelték, és ugye földosztás, ez a Magyarországon, ugye hát a magyar népességnek a nem tudom, 60%-a biztosan mezőgazdasági jellegű volt a két világháború között, ennek az elképesztően nagy része szegénységben élt, föld nélkül élt, és az egész földosztás arról szólt, hogy hogyan lehet úgy kielégíteni bizonyos igényeket, hogy semmi ne változzon a társadalmi szerkezetben. És arra szeretnék rákérdezni, van ugye szociálpolitikusoknak tanítják Espping Andersen munkáit, Espping Andersen, ő egy ilyen, nem is tudom ki ezt hasonlítani, egy ilyen atyamestere a jóléti állammal való foglalkozásnak, és amikor ő ír a skandináv jóléti államokról, akkor fölhívja a figyelmet a történelmi előzményekre, és arra például, hogy Svédországban eleve nem volt olyan nagy birtokrendszer, mint Közép-Európában, bár nem sokat foglalkozik Közép-Európával, de mi össze tudjuk hasonlítani, vagy például, hogy a parasztságnak volt parlamenti képviselete már valamikor a 18. században biztosan volt, és ebből adódóan, talán a 17. is volt már, és ebből adódóan, amikor a 20. század folyamán kellett mondjuk a jóléti állammal kapcsolatos döntéseket hozni, akkor egy sokkal kisebb egyenlőtlenségekhez szokott társadalomban tulajdonképpen úgy egyáltalán napirendre került az, hogy egyenlősítő típusú döntéseket hozzunk, mert hogy ezt szoktuk csinálni, és az iránt érdeklődöm voltak éppen, hogy ez szerinted mennyire egy, én nagyon küzdök mindig az ellen, hogy ezt egy ilyen determinált, előre eldöntött és megváltoztathatatlan dolognak tekintsük, de nyilván azért valamit számít, hogy mik a beidegződések, mik a hagyományok, mit szoktunk csinálni, szóval hogy ez mennyire a hagyományokból jön, vagy mennyire tapasztaltad azt, hogy vannak történelmi fordulópontok, amikor direkt olyan dolgot választanak ezek a finn elitek, amit korábban nem csináltak, és tudták, hogy az akkor, tudták, hogy nem szabad azt folytatni, ami nem vált be. Volt-e ilyen tudatosság egyes döntésekben? A tudatosságot, mint említettem, a finn polgárháború lezárása után, hogy nem a hogy ez mi nem mehet és tovább. Ők, vagy mi és ti, tehát nem ez a Kár-Schmitti megosztottság, ugye, ami a fasiszta gondolkodásnak az alapja, nem az, de az alapozza meg a Kár-Schmittnek ez a filozófiája, vagy jogfilozófiája. A mi és ők elkülönítése, ez Közép-Európa. Hát valamiféle mi és ők mindig van a politikában, finneknél persze. Finneknél is van, de ők pont arra törekszenek, hogy ezt a mi és ők helyett mondjuk náluk öt csoport van, öt pártrendszer. Aha. Ugye ez a skandináv öt pártrendszer politológiából ismert. A finn pártok nem abból indulnak ki, hogy mi finnek vagyunk, vagy nem, bár van ilyen párt ma is, ugye az igaz finnek, vagy finnek pártja, igen. Most már így hívják őket. Nem ez a lényeg, hogy ők finnek-e, vagy nem, vagy svédek-e, vagy nem. Van svéd párt is egyébként. Ezek mind meg tudnak egyezni, mert tipikus gazdasági érdekeket képviselnek. Tehát nem az értékek mentén keresik, hogy mi és ők, hanem az érdekek mentén keresik, hogy mi, ti, ők megegyezünk egymással. Minden egyes finn pártnak meg tudom mondani körülbelül, hogy mik a szavazó bázisa társadalmilag, szociológiailag, melyik a városi, melyik a vidéki, az igaz finnek nyilván a vidéki, az agrárpárt régi szavazóit hódítják el, tehát az agrárpártról is tudjuk, hogy nyilván vidéken, hát ez önmagában adódik, a szociáldemokraták, a városi alsóbb rétegek, a liberálisok, a városi felsőbb középrétegek, tehát mindegyiknél meg tudom mondani, hogy az öt párt miért tud megegyezni, mert van mögöttük választói bázis. Te meg tudnád mondani, hogy a legnagyobb magyar pártnak mi a pontos szociológiai bázisa? Hát az tulajdonképpen lefedi az országot, amit mondasz, arra rímel az, amit még a rendszerváltás környéki magyar pártrendszerről írtak. Igen. Volt is egy ilyen kifejezés, hogy kulturális politizálás. Tehát, hogy, és persze az értékek, meg az identitások nyilván fontosak a politikában, tehát hogy határozzuk meg magunkat, és mi az, ami elfogadható, és mi nem, de az, hogy leérnek-e
konkrét társadalmi osztályokhoz a pártrendszer gyökerei, hát az szintén meghatározó. Hát a finn pártok tagsága 25%-a a lakosságnak. Uh-huh. Hát mennyien tagjai a magyar pártok? Hát ez még hát a rendszerváltás idején is 2-3 van ilyen párt, volt. Ahol a kezem elég lenne megszámolni a tagságot, de a lényeg az, hogy azt hiszem erről pont beszéltetek egy műsorban nem régiben, de a lényeg az, hogy a finneknél a lakosság 25%-a pártag, de 86%-a szakszervezeti tag. És ez a döntő különbség, hogy a rendszerváltás után, erről több cikket írtam ettől a finn-magyar összehasonlítástól függetlenül, nincs szakszervezeti bázis, nincs valódi szociáldemokrata párt, és valójában nincs valódi kereszténydemokrata párt sem, ami ugye régebben válthatta volna magát Nyugat-Európában. De visszatérve az alapkérdése, hogy van-e begyökerezettség, és van sajnos azért ezt látni kell a nyelvünk, tehát a robot szó, ugye, ami a középkor, hát Finnországban nincs jobbágyság, ugye erre utalhatunk. A parlamenti képviselete, a parasztoknak 4 parasztot beraktak a parlamentbe, az majdnem olyan, mint a mai magyar parlamentben a nemzetiségi szószólók, tehát benne voltak a parlamentben. Abból a szempontból viszont fontos tényleg, hogy egyenjogúság az más szinten van. Egy magyar jobbágy mikor került be a magyar országgyűlésbe? Tehát a történelmi Magyarország korábbi monarchia előtt. Esély nem volt. A lényeg, a szavaink őrzik, a robot ugye az egy cseh szó, Karel Čapek használja a robotokra, de az Magyarországon a kényszermunka, amit a jobbágy végez a földes úr földjén. Tehát a szavaink mutatják egyébként, hogy szláv szavak, egyébként a paraszt szó is, ami nálunk nagyon ritka, ugye, hogy Nyugat-Európában a Bauer szó németül, vagy a Búr hollandul, az nem egy szitok szó. Magyarországon tud lenni a paraszt szó, szitok szó, ami mutatja ezt, amire te célzol. Olyan ősi beidegződések, hogy a szláv népesség, ugye ez egy szláv szó, mind a robot, mind a paraszt. Tehát, hogy érzem én is, hogy itt nagyon fontos kulturális különbségek vannak. Azonban leírtam egy modellt a Toynbee alapján, hogy ezek az elitek hogyan kell, hogy figyelembe vegyék akár a parasztság sorsát. Tehát a herenäisyszűnek hívják, ez a finn ébredés, nemzeti ébredés, tehát mint a Kölcsei, Kazinci kora. Az egy protestáns reformmozgalom, ahol van egy nemesi herenäisyszűs nemzeti ébredés, és van egy paraszti. És ezek a vallási megújulás, ugye ez protestáns ország, az evangélikuson belül ez tulajdonképpen a református vallás felé való közeledés, ez a herenäisyszűs, ez egy pietizmusnak hívják ezt az irányzatot lényegtelen. Az a lényege a pietizmusnak, hogy a demokrácia, szólásszabadság és ilyeneket hangsúlyoz a társadalmi bevonódást, ami emeljük be a jobbágyságot a nemzetbe, az ugye Kossuth programja, Kossuth is evangélikus egyébként, ugye szokták ezt evangélikus forradalomnak, Kossuth, Petőfi, mind evangélikusok, tehát akik a nép beemelését a nemzetbe, ez Magyarországon, ez egy, tehát ennek megvan a párhuzama Magyarországon is, a finneknél azon ezt végigviszik. Tehát ott a parasztságot könnyebb is beemelni, mert eleve nem volt jobbágyság, nem volt olyan fajta jobbágyság. Ilyen nagyon, ettől nagyon szegények lehettek, még ilyen nagyon szegény bérlők voltak. Ezért kellett állandó földosztás. Na, de ezt felismerték. És a magyar jobboldal ezt régen felismerte, hogy ezt kell csinálni, hiszen a népi írók jobboldala foglalkozott Finnországgal, Észtországgal, Lettországgal. Kodolányi János és sokan mások jártak Finnországba, vagy ezekbe az országokba. És ez egy gazdasági hatékonyság. Tehát a két világháború között Észtországban és a balti államokban nagyobb fokú földosztás volt, mint Finnországban, és nagyobb gazdasági növekedés lett. Mert parasztpolgárokat teremtettek, ami Németh Lászlótól kezdve mindenkinek volt a terve. Valahol ez a legfurcsább tulajdonképpen az egészben, hogy ilyen győztes-győztes játszmák állnak elő. Majd beszéljünk az elitről is, mert nagyon érdekes dolgokat írsz a finn elitről is, de hogy, tehát mint hogyha az a felismerés történne meg, hogyha bevonjuk a többieket is a játékba, akkor egyszerűen együtt többet tudunk elérni, ettől még megmaradhat
gazdagnak az, aki gazdag, vagy hatalmasnak az, aki hatalmas, de tulajdonképpen még gazdagabb és még hatalmasabb lesz, sőt, azzal, hogy bizonyos társadalmi problémákat megoldanak, stabilizálja is a helyzetét. Nem kell attól tartani, hogy holnap kitör egy forradalom, és megpróbálják őt elsöpörni, hanem létrehoz egy stabilitást. Ez mindenkinek jó. Tulajdonképpen annyira kézenfekvő a dolog, hogy az ember azt nem érti pontosan, hogy ez a fajta minta, és akkor itt azt hiszem vissza kell kanyarodnunk Magyarországhoz, vajon miért nem jön létre pusztán azért, mert rossz időben, rossz helyen jelennek meg a külföldi hadseregek, mert mondjuk azért 1949-ben nehéz lett volna, hogy is mondjam, tehát önálló, szuverén döntéseket hozni, meg nyilván nem mindegy, hogy szovjet befolyás van-e, vagy konkrétan itt vannak az orosz csapatok, szóval azért ezt érdemes elmondani, de mondjuk a két világháború között nem voltak itt idegen csapatok. Miért nem voltak Finnországban idegen csapatok? Ez is egy kérdés. 1937-ben az Agrárpárt és a Szociáldemokraták és egyébként az elit többi része is kiegyezik egymással. Ez a nemzeti konszenzus éve Finnországban, 1937, amikor megegyezik a munkás és a paraszt társadalmi rétegek két legfőbb képviselője egymással, hogy ezentúl befejezik az egymással való hadakozást, nemzeti egység, tulajdonképpen egy nemzeti egységkormány jött létre, ma már így mondanánk, akkor ezt nem így mondták, nem volt ennek olyan, akkor még nem ismerték fel, hogy ennek mekkora jelentősége van. Tulajdonképpen a vörös és fehér terrornak a szellemi végét, tehát a szellemi háborúnak a végét jelentette ez Finnországban, hogy összefog az Agrárpárt, ami azért alapvetően egy jobboldali, és a Szociáldemokrata, ami egy alapvetően baloldali párt volt. Egységkormányt csinálnak, és a szovjetek utána több évtizedig próbálták megfúrni azt a szociáldemokrata vezetőt, aki ebben bevitte őket, a Weinő Tannert, próbálták gyengíteni Moszkvából a finn politikában, mert ő volt az, aki gyakorlatilag a munkásokat a fehér kormány mögé bevitte 37-ben. Tehát a Szovjetunióban Sztálin elvesztette a valósághoz való kapcsolatát, amikor a külpolitikáról volt szó. Szóval azt gondolta, hogy Finnországot lerohanják egyszerűen 300 ezer emberrel. Egyébként ez hasonlít a 2022-es invázióhoz, hogy azt gondolták, hogy 300 ezer ember elég Ukrajna meghódítására. Finnországban egyébként embert ki tudtak ennyit állítani simán. Egy 200 millióhoz mondjuk a 4 millió, tehát ez egy olyan 50-szeres lakossági fölényben volt a Szovjetunió, de a finneknek nem volt tankjuk, nem volt repülőjük, tehát a technikai fölénye a vörös hadseregnek több ezerszeres volt. Most 1940-ben. 40, igen, ilyen. Megtámadja Sztálin őket, és azért nincs Finnországban szovjet megszállás, mert ez a maroknyi ember technika nélkül, tehát nem voltak fejlettebbek, nem volt haditechnikájuk egyszerűen. Ez az ország azért tudta megvédeni magát, mert a munkások és a parasztok egyébként arra is figyeltek, hogy a hadsereg demokratikus legyen. Ezt a Magyarországon a katonatiszt barátai mondják, hogy hát demokratikus hadsereg az egy nonsense, hát az hülyeség. Nem, a finnek falunként, járásonként szervezik meg a hadsereget, mindenki a saját földjét érzi úgy, hogy védi. Ma is területvédelmi egységek vannak a finn hadseregben, máig. Tehát ők tudják jól, hogy egy hadsereget is demokratikusan kell megszervezni, egy kis államban, nyilván egy birodalomban más kérdések merülnek fel. A finn hadsereg megvédi a finn földet. Ezek az emberek, akik földet kaptak, megvédik a saját földjüket. Magyarországon a hadsereg, ráadásul a finnek felismerték, hogy nagy Finnország koncepciója az máshol van, mint Magyarország, ami a Donkanyarba küldte a csapatait. A finnek Leningrád előtt megálltak az ostromnál, azt mondták, itt van nagy Finnország határa, ők tovább nem mennek a 41-es offenzívájukban. Tehát a finnek sokkal jobban felmérik az erőviszonyokat, sokkal jobban mozgósítja az elit a lakosságot, hiszen szimbiózisban élnek. Nálunk követők vannak, ott pedig pártagok vannak, akik maguk alakítják a helyi politikát, az önkormányzatiság egy svéd hagyomány Finnországban, sokkal erősebb, mint nálunk, nem kell mondanom. Hát azt nem lehetne megcsinálni Finnországban, hogy elveszik az önkormányzatoktól az oktatást és az egészségügyet. Onnan sokkal több feladatot látnak el amúgy a Finnországban, ott az óriási feladat, oktatásban nagyon fontos példa. És igen, hát oktatási reform, ez a legfontosabb a gazdasági fejlődésben, ezt tudjuk ma már, hogy nem a finn kőolajbányászat, az nem létezik, azért mondtam ilyet, nem az futtatta fel Finnországot,
hanem az, hogy oktatás, és a 20-as évek óta, ahogy mondtad. Igen. Ugye most is használtad a konszenzus kifejezést, ez egy nagyon, szerintem egy nagyon fontos része az írásodnak, hogy nem egység, nem egyetértés, nem a, nem tudom, nem, szóval egyetértés, erő. Egység. Ez egy hanem totalitárius gondolat. Igen, lenne. Pontosan. Tehát különböző dolgokat gondoló emberek bizonyos kérdésekben megállapodnak egymással azért, hogy az egész működni legyen képes, és tulajdonképpen, és erre céloztam az előbb is, tulajdonképpen ettől mindenkinek jó. Valójában, mert nem kell attól rettegni, hogy holnap összeomlik. És ez gazdaságilag hatékonyabb, hogyha a lakosság nem alsó tizede, nem százszor szegényebb, mint a felső tizede, az gazdaságilag hatékonyabb. Ez a jóléti állam közgazdaságtana, ezt most itt nem fogjuk kifejteni, mert ez hosszadalmat. De az a lényeg, hogy mondjuk egy slafrogot húzunk magunk után, és úgy próbálunk 100 méteres síkfutásban versenyezni, vagy pedig mindenki együtt fut 100 métert. Na most ez azért is lényeges, mert amit írsz erről a finn elitről, az megint csak azért messze nem egy ilyen idealizált kép. Tehát ahogy jellemzed azt, hogy a politikai és a gazdasági osztály, hát azért ezek ilyen dinasztikus képződmények, amelyek ráadásul alaposan összefonódnak egymással, a cégvezetők öröklik egymás pozícióját, tulajdonolják egymás vállalatait, időnként bemennek a politikába miniszterelnöknek, meg különböző egyéb kormánytagoknak, szóval nem néz ez ki olyan nagyon jól, egyáltalán. Ez a én könyvem nem népszerű Finnországban, tehát ezt nem azért írtam, hogy nem tudom, hogy mondják, egy ilyen külföldi ügynöke vagyok Finnországnak, mint ahogy most már lassan be kell éreznünk magunkat. Szó nincs róla, én azt írtam le, Arisztotelész politeia kifejezése az, ami nem, Arisztotelész is már a demokrácia hanyatlása után élt. Tehát ő már nem demokráciát tartotta a legjobb módszernek, hanem egy ilyen okos elit által kormányzott országot. Na most a finnek a demokráciáról sosem mondtak le, mint igényről. Viszont politeiát csináltak valójában, egy nagyon okos elitjük volt, aki mindig felismerte, hogy mit kell csinálni. És miért ismerte fel? Mert ez az elit együtt él a teljes társadalommal. Így könnyű felismerni ugyanis. Ha nem vonom be a lakosságot, ha nem csinálok demokráciát, akkor nem tudom felismerni, hogy mi az igénye. Ez mennyire működik ma? Azért is kérdezem, mert ugye látunk mindenféle átrendeződéseket az európai politikai életben, most éppen megint van egy aggodalom per várakozás kinek mi, hogy a középjobbtól jobbra álló mindenféle jobboldali mozgalmak előretörnek. Itt tettél egy utalást arra, hogy a finnek, korábbi igaz finnek, azok tulajdonképpen a régi agrárpártnak a szavazótáborát hozzák el. Tehát úgy tűnik, hogy voltak éppen egy meglévő társadalmi helyre nyomul be egy másfajta politikai mozgalom, amiből én inkább arra következtetnék, hogy ez talán nem gyökeres változás, hanem egy másik fajta politikai content, de egy ilyen létező társadalmi mederben, de lehet, hogy ez nem teljesen van így. Szóval hogy ez a fajta konszenzusra törekvés, együttműködés, persze versengés, de bizonyos kereteken belül ez mennyire érvényes a 2020-as évek Finnországában, 100 évvel a most itt jellemzett változásokat követően, vagy a változások elindulását követően? A legaktuálisabb példa az, hogy a finn elnökválasztás két legtöbb szavazatot Igen. kapó jelöltje, két normális pártból kerül ki, hogy mondjuk így, miközben ott még a szélső jobb oldal sem nem normális. Hogy erről írtam cikket, hogy az igaz finneknek például olyan hadügyminisztere volt korábban is, tehát ők nem teljesen különülnek el a finn elittől. Hát a finnek, bocsánat, csak hogy közbevágok, pont ez a párt, ha jól emlékszem, egy olyan évvel ezelőtt az európai pártcsaládok közül az identitás és demokráciából átment az európai konzervatívok és reformerek közé pont a háborúhoz való viszony és az orosz ellenesség okán, tehát hogy ők nem akartak a Salvinival meg a Löpennel egy frakcióban ülni, akik orosz pártiak. Hát a finn szélső jobboldal vezetője, aki most csak harmadik lett az elnök választáson, így a második fordulóban nem került be, még ő sem olyan szélsőséges, mint tehát itt Magyarországon akár egy mérsékelt politikusnak tűnne egyébként. Ő ukránul tartott a kijevi parlamentben beszédet, ugyanis szlávisztikával foglalkozik, abszolút ukrán párti, tehát a finn jobb oldal. Ugyanis ők tudják, hogy mit jelent az, ha valaki orosz barát lesz
vagy német barát, vagy francia barát lesz Finnországban. Ugyanis Hitler és Stalin is az volt a bajuk, nem találtak Finnországban az egységes elit miatt helyi kollaboránst. Hmm. Azt el tudták érni, hogy az egész finn elit ráforduljon valamilyen irányra, mint ahogy ezt tették 2022-ben, korábban nem akartak NATO tagok lenni, a társadalom támogatottsága nagyon gyenge volt, tehát ezért a politika ezt figyelembe vette ott, és utána egyszer csak az összes finn párt, beleértve a szélsőjobbot, sőt, kommunisták, régi kommunisták sírt, aki már talán nincs kommunista párt, de nagyon baloldali párt van ott, sírt a parlamentben 2022-ben, és megszavazta a NATO csatlakozást, mert hogy feladja minden korábbi nézetét, mert látja, hogy ez a finn érdek. Tehát a finn szuverenitás az azért erős, mert egységes elitjük van. Bármit gondolnak egyébként egymásról, meg filozófiáról, nem tudom. Ha ott egy konkrét, de azért gyakorlatiasak a finnek, tegyük hozzá. Tehát ha ott az elit egységesen fordult rá a NATO-ra, innentől kezdve a lakosságnak sem kellett úgy törni a fejét ezen, hogy most mit kell csinálni, de ha a lakosság véleménye eleve nem változott volna meg, hiszen mértékez közvéleménykutatásokban, akkor ezt nem csinálta volna az összes finn párt sem. Tehát ez egy állandó játék, ami ott megvan. Nálunk ugye el lehet érni azt, hogy egy ország orosz barát politikát folytat az ország jelentős része. Barátaim, akik nagyon jobboldaliak, és 2010-14 előtt ezt tőlük nem hallottam még azt, hogy ez a Putyin milyen ügyes. Ugye ma már lehet ilyet hallani jobboldalról. Ez ugye nálunk teljesen más, hogy megy ez a dolog. Van még egy pár percünk. Próbáljuk meg összefoglalni, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ország Európa perifériájáról, nagy birodalmak árnyékában egy olyan ugrást hajtson végre, amiért a finnek végre tudtak hajtani. Szóval ehhez milyen döntésekre van szükség? Mert azt hiszem ez a dolog lényege, hogy nem csak adottságok meg meghatározottságok léteznek, hanem vannak helyzetek, amikben igenis lehet döntéseket hozni, és milyen döntéseket kell ahhoz meghozni, hogy ez megtörténjen? Nemzeti egység. Ami valójában elit egység tud csak lenni. Hát akkor most már hívjuk konszenzusnak, egy következetesek és konszenzusos egységnek kell lennie, ami tartósabb, mintha ideológiai egység lenne. Magyarország már az ideológiai egységet ismerjük. Kommunizmusból, máshonnan, mindegy. Egységes elit, konszenzusos elit. A földosztások és a jóléti állam ugyanazt mondják ki, hogy az egyenlősítés az nagyon fontos. Tehát mi nem amerikai társadalmak vagyunk, hanem európaiak. Amerikában mehet ez a óriási a mobilitás, ott meg tudják csinálni, hogy nem olyan egyenlősítő a társadalom, de Európában egyenlősítéssel lehet gazdasági sikert elérni. És az oktatás. Ha tanítat, Finnországban eleve evangélikus ország, az írás tudatlanság minimális volt, még amikor nagyon szegények voltak, akkor is tudtak írni, olvasni. De az oktatás azóta 100 éve folyamatosan újul meg, 20-as években, de amit ma finnoktatásnak ismerünk, az a 70-es évek megújulása. Ezek mind tudatos döntések. 56 után tudatos döntések, hogy jóléti államot csinálunk, 70-ben, hogy az oktatást felfújtatjuk, az egészségügy eleve más szinten, hát erről nem is beszéljünk. Az emberi tényező, és amit mondtunk az elején, a GDP helyett ugye a Human Development Indexet fejlesztik, tehát az oktatás, egészségügy és a gazdaság hármasságát kell fejleszteni, akkor tud tartós sikert elérni egy ország. Iván, nagyon köszönöm. Egyik sem tűnik megugorhatatlannak, csak meg kell csinálni. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk erről. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, ennyi fért mai adásunkba. Nézzék a Szeged Televíziót, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, nyomják a csengőt az értesítésekért új tartalmainkról, és kövessenek bennünket a Facebookon is. Legközelebb, 2 hét múlva jövök, addig is ne feledjék, volna itt egy ország, amiről és amiben beszélgetnünk kell egymással.